kezet nyújtunk neki. Ehhez hasonló módszerrel emelik a hajóban rendőrök azokat az embereket, akik bajba kerülnek a vízben, és az elmúlt napokban számos esetben volt szükség ilyen mozdulatok végzésére. Szerda este egy ittas férfit kellett kimenteni a tóból, aki egy céges összejövetelen vett részt és mulatozás közben döntött úgy, hogy megmártózik a vízben. Kifele már nem tudott sajnos. Társai azonban miután egy ideje nem látták, aggódni kezdtek érte, és értesítették a rendőrséget. Körülbelül 10 perc múlva megtaláltuk az úriembert a vízügyi kikötőben úszkálva. Ott már szeretett volna kijutni a partra, tehát a kikötő kevésbé alkalmas fürdőzésre. Hogy ez nem sikerült neki. Két nappal ezelőtt egy szörfös életét is megmentették a vízirendőrök. A fiatal nő beütötte a fejét a vitorlatartó rútba, ezért nem tudott kimenni a partra. Aznap még egy gumimatracos férfi is bajba került a Velencei tóban. Egy férfi már nagyon kimerült állapotban úszik a part felé. Amikor közelebb értek hozzá, akkor elmondta a férfi, hogy a gumimatracával ment be a vízbe fürdeni, azonban a nagy szél elvitte a gumimatracot. Ő megpróbált utána úszni, de nagyon kimerült, és éppen ezért vissza. A vízirendőrség munkatársai arra figyelmeztetik a nyaralókat, hogy a hőségben se feledkezzenek meg a fürdőzési szabályokról. Pallag József azt tanácsolja, hogy ittasan senki se induljon úszni, és a csónakokkal, illetve a matracokkal is érdemes vigyázni. Fontos, hogy ezek ne sodródjanak messze a parttól.